Нет, косплей. Eljöttünk a Hungorokonra beszélgetni cosplayerekkel, a cosplayerség miben létéről, és magáról a Hungorokon idei problémás szervezéséről is. A Pécs Viktória. Loki. Isten vagyok, ostoba férgek! Nem fogok tulakodni egyet! Kei Zoltán vagyok, és jelenleg Bert Gamer vagyok az Ahová lépek ott Szörnyterem című filmszériából. Cannon fuse. What the hell you use it for? Én Iconoclast cosplay vagyok, és Gillian Holtzman csináltam meg az új Ghostbustersből, a 2016-os változatból. Gyerünk! Gyerünk! Bocsánat, a te dumád, majd legközelebb. Szerinted mi volt? Nekem nagyon bejött, és szerintem méltatlanul van ennyire lehúzva, mert a legtöbb ember meg se nézte, tehát már eleve be sem ment a moziba, hogy adjon neki egy esélyt. Én nagyon élvezem magát az elkészítést is, nagyon szeretek belemenni a részletekbe. Engem nagyon érdekel a kosztümtervezőnek, hogy hogyan forognak a kerekei, amikor gondolkozik azon, hogy miért öltöztet fel valakit úgy, ahogy. És ezekre a részletekre nagyon szeretek rámenni, amikor megvalósítom a ruhákat. De maga az, amikor már ott állok készen egy teljesen más személyiségbőrében, az is egy nagyon-nagyon különleges élmény, és egy nagyon, nagyon feledhetetlen dolog, szóval talán ez az a két része, amit a leginkább szeretek benne. Ez Hungarocellből van, a szarv része, ez pedig dekorgumiból ez a része, illetve ugye ilyen rögzítők, ragasztók minden. Fellépni az inkább az a teljesedése, inkább én úgy érzem. Idő kell hozzá, pénz kell, meg hely. A hely is fontos, hogy legyen hol tartanod, hol, legyen hol megcsinálnod igazából az egészet. Amondó vagyok, mindegyik része fontos. Elkészítesz mondjuk akár egy páncért, vagy egy kelléket, egy nagy puskát. Ez is egy sikerélmény, mert elmondhatod, hogy na, ezt te megcsináltad. Ha valaki ezt szeretné komolyan csinálni, akkor azt nagyon kell szeretnie, mert különben nem fog se anyagilag, se időben annyit tudni belefektetni, amennyi szükséges ahhoz, hogy ezt így komolyabban csinálja az ember. Mit ennyire szeretsz, azért nem érzed áldozatnak se az időt, se a pénzt. Rengetegen vannak például, akik gyakorlatilag ebből élnek, hogy karaktereket cosplayelnek. Elsősorban egyébként videojáték cégeknek a már az ilyen fizetett ugye cosplayerei, akik ugye azokból az adott játékokból, franchise-okból beöltöznek, és akkor rendezvényekre elmennek aláírni, dedikálni, és a többi, és a többi. Ők gyakorlatilag ebből élnek, hogy ezt csinálják. A kézügyességet és készségfejlesztés szempontjából nagyon-nagyon hasznos. Hogyha ügyesen csinálja az ember, lehetséges, de mint munkaforrás, nem hiszem. Ugye Amerikában sokkal mondjuk ilyen többen jönnek el egy ilyen rendezvényre, több a támogatottságuk, több mondjuk a szponzor, és a szponzorok még szerintem nem nagyon találták meg ezt a vonalat, hogy cosplayezés. Kicsit karcsúbb, mint amit eddig láttam, tehát most egy kicsit kevesebben vagyunk, mondjuk ezt én annak tudom be, hogy ugye voltak az utóbbi időben nehézségei a rendezvénynek, hogy egy kicsit nehezebb volt most ezt összehozni. Hallomásból hallottam, hogy egy része eltávozott a szervezőségnek, és nem szépen váltak el egymástól, nagyjából hasonló dolgokat hallottam, illetve hogy ennek folyamánya volt az ugye, hogy nem lehetett most a régi helyszínen megrendezni a kont, mert én úgy tudom, hogy nem itt volt eddig. Mai Hungarokon. Amúgy nem rossz, a hely szerintem jó választás, mert van emelet, stb., de kicsit keveslem a kiállítókat, illetve a programokat. Elég kevesen vannak, ez is ugye rontja kicsit a hangulatot, tehát tavaly az jobb volt.